Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Csak a Loki, a DVSC havonta jelentkező magazin műsora. A napokban lett 50 éves Debrecen legendás labdarúgója Dombi Tibor. A születésnap apropóján az elmúlt évtizedek néhány emlékezetes pillanatát idéztük fel az Öröki Fiúklub legendával. Itt ültek a családtagok, nekem is itt volt a kislányom. 8 éves volt, amikor én abba hagytam, és emlékszem, hogy kim volt itt mindig a meccsen, ott állt fönt, a huligánkodott a korláton. Emlékek százai kötik az Olá Gábor utcai stadionhoz Dombi Tibit. A Loki legendás szélsője karrierje legtöbb mérkőzését ezen a pályán játszotta. Azt, amit hallottunk régen, hogy a fán is az emberek lógtak, itt tényleg ott lógtak a fán az emberek. Emlékszem, amikor itt kijöttünk és ott álltak kint a kerítés előtt az emberek, és várták, hogy kinyissák a kapukat, és akkor rohantak be, hogy foglalják a helyet, mert egy kicsit másabb volt a beléptető rendszer, mint a mostani időkben. És hát itt óriási futballáz volt, és ezt sokat gondolok vissza. Bombázó, ahogy sokan becézik, a DVSC történetének mind a 7 bajnoki címéből kivette a részét. 437 mérkőzést játszott piros-fehérben, ami klubrekordnak számít. Főszereplője volt a legnagyobb sikereknek. Legkedvesebb emlékei mégis a 90-es évekből valók, amikor fiatalon bekerült a Loki felnőtt csapatába. Egyszer az első évben, amikor feljutottunk 93-ban, akkor rúgtam a Fradinak egy gólt, és akkor emlékszem, hogy fölmásztam olyan magasra, akkor még nem az a háló volt, hanem ilyen drótháló, és fölmásztam. És mikor fölértem a tetejére, akkor éreztem, hogy most innen le is kéne menni. Akkor úgy megijedtem, mert azért még bennem volt az adrenalin, amikor másztam föl, mint egy macska, aztán már csak le kellett volna jönni, az meg nem volt egyszerű. Dombi Tibor 2014-ben közel 41 évesen hagyott fel a profi futballal. Azóta a klub edzői stábját erősíti. Eleinte a fiatalokkal kezdett dolgozni, az utóbbi években azonban már a felnőtt csapat pályaedzője. Én nem edző vagyok, hanem volt játékos. Tehát még most is az van, hogy a játékos és az edző között próbálok így lavírozni, segíteni nekik, mondani a vezetőknek, vagy a vezetőedzőnek, illetve a stábnak, hogy szerintem mi lehet, mert még mindig tudok, nem azt, hogy tudok, hanem még mindig focista fejjel próbálok gondolkodni, és valahogy a kettő között vagyok én, ha mondhatni egy kapocs, akkor ilyen kapocs, és ebben jól érzem magam. Ahogy közeledett a vége, akkor azt mondtam, hogy én nem akarok innen elszakadni, nem akarok irodában sem dolgozni, még a sporton belül sem, tehát mindenféleképpen az edzői szakmat tudod csak legközelebb jönni hozzám, és most amúgy jól érzem magam itt. Vezetőedzőnek nem érezném magam jól. Időközben a foci mellett egy másik sportág is a szenvedélye lett, a futás. Indult már félmaratonon és maratonon is. Igyekszem mindig úgy csinálni, úgy szervezni, hogy egyet tudjak menni, egy versenyt tudjak menni tavasszal, meg egyet ősszel, úgyhogy ez eléggé komoly hobbim már vált, és hát egy héten meg 4-szer mindig futok. Úgyhogy ez olyan szenvedély, hogy tényleg ilyen évi, már most évben szoktam mérni, hogy ilyen 3000 fölött legyen mindig a kilométer, meg legyen a egyéves 3000 kilométeres távom. Már csak a futásnak köszönhetően is remek formában van. Így könnyebben elfogadja, hogy a napokban betöltötte az 50. életévét. Amikor gyerek voltam a 80-as években, akkor az 50-es évek egy 50 éves embereket öreg embernek néztem. De szerintem már most senki sem úgy néz ki. Mármint, hogy a mostani 50 évesek nem úgy néznek ki, mint az akkori időben. Úgyhogy annyira nem viselt meg. Inkább az viselt meg, hogy abba kellett hagyni a focit. De hát az, hogy most 50, meg utána már jön a 60, azt így egyébként megviselhetne, de tök fölösleges, mert az úgy is jön. Dombi Tibor a DVSC élő legendája, népszerűsége aktív pályafutása után sem hagyott alább. A szurkolók tavaly megszavazták, hogy a balesetben elhunyt vezérszurkoló Komáromi Gábor és a néhai sikeredző Karamvölgyi Lajos mellett róla is szektort nevezzenek el a Nagyerdei stadionban. Komcsi vagy Gararól neveztek el, akik már nincsenek közöttünk, hogy tényleg ezt akkor szokták, amikor már az ember
nincs az élő sorában, és akkor szoktak stadiont, vagy szobrot, vagy szektort elnevezni, és ezt átélve, és akkor ezek így visszatértek mindig ezek a gondolatok, hogy ez ugyan felfogadatlan dolog. Nem azt mondom, hogy teher, de ez a megfelelési kényszer is benne az ember, hogy ezzel sosem szabad egy picit sem visszaélni. A klubikon úgy érzi, Debrecenben otthonra talált, és nem tervezi elhagyni a várost a jövőben. Egy kis faluban, Sárgyalóban nőttem föl, 10 vagy 50 kilométerre innen, és valahogy én mindig ezt a sztorikat hallgattam, hogy mik voltak az iskolában, akkor láttam ilyen nagy, magas házakat elsőnek, és mindig olyan irigykedve néztem a csapattársaim, a 14 éves csapattársaimra. Nekem tényleg Debrecen olyan, mint másnak New York, hogy én sosem érem el azt a szintet, hogy valami ilyesmit akarok mondani, ezzel mindig melózni kell, hogy én egy igazi Debrecen vagyok. Pályafutása talán legjobb időszakát éli Bárány Donát a DVSC-ben. A Loki saját nevelésű támadója mostanában szinte minden meccsen betalál, vagy ha mégsem, akkor gólpasszt ad. Valószínűleg ennek a teljesítménynek köszönheti, hogy a klub nemrég meghosszabbította a szerződését. Az utóbbi hetek legeredményesebb játékosai közé tartozik a teljes magyar mezőnyben Bárány Donát. A DVSC saját nevelésű játékosa az elmúlt 5 mérkőzésén 3 gólt szerzett, és ugyanannyi gólpasszt osztott ki a társaknak. A támadó az utóbbi időben abszolút húzó emberévé vált a Lokinak. Jól érzem magam, nyilván ennek is köszönhető, de igazából annak, hogy azért sokáig nem voltam játékban, és az első meccsek nyilvánvalóan erre egy kicsit rányomja a bélyegét, hogy újra játékba kerüljek, és kezdem egyre jobban elsajátítani azt, amit a mester kér. Dodó, ahogy mindenki hívja, kicsit más pozícióban játszik Srdjan Blagojevicnél. Az új szerepkör szemmel láthatóan egyre jobban fekszik neki. Ez egy kicsit visszavontabb, nem feltétlenül az a tipikus csatár pozíció, amit régebben játszottam, de kezdem szerintem egyre jobban elsajátítani, és ezáltal ez látszódhat a kokivőről is. A játékos teljesítményeire és remek formájára a vezetőség is felkapta a fejét, így októberben 2026-ig meghosszabbították a szerződését. Nagyon örültem neki, előtte voltak kérdések bennem, de szerencsére tartotta a klub is ahhoz magát, amit megbeszéltünk én is, és akkor így egyértelmű volt a hosszabbítás. Dodó számára egyébként is sokat jelent a klubhűség. Teljes pályafutását a Lokiban töltötte. Egy szezontól eltekintve, amikor a másik debreceni csapathoz, a Deachoz adták kölcsönbe az NB3-ba, ahol egyébként gólkirály lett. Kiskoromtól kezdve itt a DVSC-be szerettem volna játszani. Akkor úgymond egy ilyen elérhetett álom volt, amit szerencsére sikerült véghez vinni. És hát nem is akárhogy igazából, mert közben olyan szeretetet kapok a közösségtől, amit nem tudom, hogy máshol így ki tudtam, vagy meg tudtam volna kapni, tehát ez egy óriási plusz, és ezáltal lett úgymond kerek számomra így a történet. A szurkolók rajongása a kezdetektől fogva végig kísérte a pályafutását. A reakciók alapján egyértelmű, hogy abszolút közönségkedvenc, ráadásul már több régimust is költöttek róla. Ahogy egyre jobb többet játszottam, hogy kezdtem érezni, hogy ez mennyire különleges, hogy ezt a szeretetet én kapom, mert ez nem egyértelmű. Tehát igazából egy óriási plusz ez nekem. És nagyon sok önbizalmat is tud adni, amikor úgy megyek fel a pályára, hogy a nevemet skandálják, és akkor tőlem várják el, és akkor ez egy plusz, hogy na akkor megmutatom, hogy én is tudjak visszaadni ebből. Kimagasló teljesítményére országosan is felfigyeltek, és egyre többen hozták szóba a nemzeti csapattal. Természetesen a válogatottság a célja, de nem türelmetlen. Ez sok összetevő, és azért most sérülések is voltak, vannak a válogatottban, ezek meg tudják gyorsítani egy bekerülést, viszont nyilván visszatérés is lesz, visszatérnek a játékosok, akkor meg megint kicsit távolabb kerül az ember, tehát folyamatosan egy jó teljesítménnyel, viszont szerintem egy idő után fel lehet hívni majd a válogatott figyelmét, és bízok benne, hogy ez majd elkövetkezik, azért nem mondom ezt, hogy ez fixen ebbe az évben lesz, vagy a következő évben, vagy valami, de remélem, hogy meg fog történni. Habár kiválóan érzi magát Debrecenben, idővel szeretnék külföldön is kipróbálni magát. Szeretnék majd egyszer, hogyha megadatik, külföldre menni. Igazából ez nagyjából kéz a kézbe jár most a válogatottság meg a külföld, tehát hogyha jól teljesítesz és ki tudsz menni külföldre, akkor
valószínűleg be is, akkor közelebb kerülsz a válogatottsághoz, vagy egy válogatottság is segíthet kijutni külföldre, tehát ez nekem kicsit olyan kéz a kézben dolog. Tervezés, szeretnék külföldön játszani, aztán ez is ugyanolyan, hogy kiderül majd, hogy sikerül, dolgozok érte, és remélem. Bárány Donát neve már most egybefort a DVSC-vel, és ha így halad, egyszer akár egy komolyabb fejezetet is szentelhetnek neki a klub több mint 120 éve íródó történetében. Mutasd a gyerekkori fotód, és én megmondom, ki vagy. Elsőre sokkal egyszerűbb feladatnak tűnik ez, mint amilyen valójában. A következő videóból kiderül, hogy a játékosok és az edző talán nem is ismerik olyan jól egymást, mint gondolták. Bármikkel kezdhetem? Laga. No? Hűha. Ez ilyen nehéz lesz? Asztó. Dodo. Remo. Linje. Fogalmam sincs. Which one I need to get? This one? Yes, and the other one. Druji? Yes. Dodo? Yes, thanks. Dresko, fogalmam sincs. Dresko? Fú, de jó. Akkor egy megvan. I don't know who is this guy. But he's beautiful look. Ő nem más, mint az 50 éves Dombi Tibor, udvariból. Hát ez a kis Dominguez. Dominguez most is ekkora. Oh, it's hot. It looks like Megyeri, but I don't think. Yes? Who is this guy? I heard you, he's a defender. Defender? Milyen poszton focizik? Lehet tudni? Középpályás. Középpályás? Fiatal? Wikipédia úr. Valószínűleg a Megyeri Balázs lesz. Hát itt mennyivel helyesebb volt. Jajjajjajjajj. It looks like Tibi. Oh la 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 la. This guy is ugly. Yeah. Who is this guy? Well, they give pictures from 2 years old. How I can guess? Szécsi Márko. 1000-ből 1000. Ez a Bárány. Hát az arca ugyanez. Csak egy kicsit szőrösebb mindenhol. Bivardi. Jud. Royal nice. It's really hard. Ja, Lončár, nem? Nem Lončár? Who is this guy? Ukrainian defender. Roma. Yes. Hát nyilván kapus, de tényleg meg jó lenne. Jó. Akkor csíkszábával halott. Nem tudom. Őt betippelem egy... Bo. This boy was eating too much, eh? So... Dodo? Ő biztos, hogy külföldi játékos lesz. Nagyon, nagyon szigorú. Akkor viszont Lončár. Nem. Bro, it's too easy. Yeah, okay, so who? I have to guess 2 players. I have to guess him? Everyone knows. No? It's Ballas, and I have to guess this kid. I remember this photo, but I don't remember who was. Hát akkor Szabad a gazda. Kizi. Hát akkor ő nagyon sokat változott. It's really hard. I don't know. Bresko. Kushnir. Baby pictures, it's really hard. It's striker, no? It's Dodo! Jó, ez jó kérdés. Ki lehet ezt halad? If you see my picture, you can understand that it's me. It's... Coach? Sergio, ne? Yeah.
What a player, eh? Spanyol. Mi a Chris? Persze, mosolyja, tényleg. Persze. Bódi! Tényleg, de hülye vagyok, hát ugyanígy néznek ki a gyerekei. Kislányai tök ugyanígy néznek ki. It's Brandon? Oh, Brandon! My friend, you eat a lot, eh? When you was a child. What is this? Look, it's like that. Ez kézi, 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 ugye? Kézi. Jó. Köszönöm. Idén is az NB3 egyik üde színfoltja a DVSC 2. A Loki fiatal, saját nevelésű játékosai meggyőzően teljesítenek a harmadosztályú felnőtt bajnokságban. Nem csak eredményes, de élvezetes támadó futballt játszanak. Ezt bizonyítja az is, hogy ők lőtték a második legtöbb gólt az NB3 északkeleti csoportjában. Fiatalos lendület, eredményes játék és közönség szórakoztató, sok gólos mérkőzések jellemzik a DVSC második csapatát. A játékosként a Lokival ötszörös magyar bajnok és kupagyőztes Máté Péter az elmúlt másfél évben ütőképes és masszív csapatot alakított ki a kizárólag debreceni akadémistákból álló keretből. Tök jó a rezgés és a csapat és a szakmai stáb között, tehát a kémia az abszolút működik, és tényleg vevők a mi gondolatmeneteinkre, és még egyszer csak ismételni tudom magam, hogy az elmúlt fél évben nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen fejlődést mutattak. Teszik mindezt úgy, hogy a kisloki átlag életkora sokszor a 20 évet sem éri el a mérkőzéseken. A tapasztalatot dinamikával és kreativitással pótolják, amit a számok is tükröznek. A listavezető Putnok után ők lőtték a legtöbb gólt a bajnokságban, és 16 forduló után a negyedik helyen állnak a tabellán. Valamelyest a stílus az alkalmazkodik az első csapat mintájához. Igazából ez azért is van, hogy az átmenet, hogyha esetleg edzésre vagy mérkőzésre tudunk adni játékost, akkor minél könnyebben legyen nekik a ritmusnak a felvétele. A csapat egyik húzó embere a házi gólkirály Coach Washburn Erik. Az amerikai magyar kettős állampolgárságú támadó kalandos úton jutott el a DVSC-hez a Chicago Fire utánpótlásából. Majdnem 10 évig fociztam ott kint Amerikába, Chicagóba, és akkor majdnem egy évvel ezelőtt télen ideigazoltam Debrecenbe. Nem volt sok játék lehetőségem a Chicago második csapattal, szóval kerestem egy másik csapatot. Vannak szabályok Amerikában, szóval nehéz ilyen másik amerikai csapathoz menni. Szóval, és kettes állampolgár vagyok, szóval volt egy ötletem, megbeszéltem a menedzseremmel, hogy menjek ki Magyarországra, és ide jöttem. A játékosnak remekül ment a beilleszkedés, és ez hamar meglátszott a teljesítményén is. Első félszezonjában 17 meccsen 7-szer volt eredményes, a mostani idényben pedig még jobbak a mutatói. A szezon elején azt mondtam, hogy a téli szünetig akarok 10 gólt lőni. Szerintem most 9 van, és még 2 meccs van, szóval remélem az majd meg lesz. Horváth Zalán is a kulcsjátékosok közé tartozik. A 18 éves fiatal 4 éve érkezett Kecskemétről, és már második éve erősíti a kislokit. Vannak erősebb fizikális csapatok nálunk bőven, akik többnyire felnőtt játékosokból állnak, de velük is felveszük a párharcot. Nagyon jó állapotban vagyunk most szerintem. Szerinte nem nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy mi a sikerük titka. Az, hogy keményen dolgozik mindenki, és mindenki odarakja magát, minden edzésen, és mivel egy korosztály vagyunk, legtöbben kijövünk egymással, és húzzuk egymást előre. És szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban. A kisloki tavaly mindössze 2 ponttal maradt le a dobogóról az akkor még 20 csapatos NB3-ban, és idén is folyamatosan az élmezőnyben található. Ettől függetlenül idén sem a jó helyezés a legfőbb cél. Az elsődleges célunk a játékosfejlesztés, mint második csapat, hogy próbáljunk minél több fiatal tehetséget az első csapat ajtaján bejuttatni, bekopogtassanak. Ennek a fejlesztését szeretnénk minél hatékonyabban működtetni. Azt gondolom, hogy ebben a fél évben a srácok maximálisan nyitottak voltak a munkára, és talán ha nem is tudjuk ugye mérni feltétlenül a fejlődést
hétről hétre, de azért látjuk, és azért pontszámokban is talán abban mérhető a srácok fejlődése. Elnézve az elmúlt másfél évben mutatott teljesítményt, egyáltalán nem kizárt, hogy néhány fiatal egyszer majd a DVSC első csapatában is bemutatkozhat. A DVSC egyik ikonikus játékosától tanulják a labdarúgás alapjait az Akadémia U12-es csapatának tagjai. A fiatalok edzője Madar Csaba, aki azon dolgozik, hogy a lehető legjobban felkészítse a gyerekeket a nagypályás focira. Hetente 4 edzést vezényel az Akadémia U12-es csapatának Madar Csaba. A Loki korábbi kiváló játékosának több éves edzői tapasztalata van az utánpótlásban, sőt az NB3-ban és az NB1-es DVSC-nél is volt már asszisztens edző. Kisgyerekekkel korábban még nem dolgozott, de nem bánja, hogy elvállalta a feladatot. Teljesen más világ, az biztos. Sokkal szembetűnőbb a változás, és jó látni azt, amikor azokat a dolgokat, amiket edzéseken csinálunk, azokat visszalátjuk a mérkőzéseken is, hisz ez bizonyíték annak, hogy valamit megértettek és próbálják úgy csinálni. A szakember arra helyezi a hangsúlyt az edzéseken, hogy a játékosok elsajátítsák az alapvető technikai elemeket. Mint mondja, ebben a korban még egyértelműen ez a prioritás. Folyamatosan az átadások, az átvételek azok, hogy határozott passzok legyenek, irányba történjenek az átvételek, abból tudjon játékot folytatni. Igazából ezek azok a dolgok, amik mindig minden egyes játékfázisban megjelennek, minden egyes mérkőzésen ott vannak a pályán, és ezeket próbáljuk mindig berakni az edzésekbe is. Nagy Zsombor még óvodásként kezdett el focizni. 2016 óta az akadémia játékosa. A legjobban támadó középpályás szeretek lenni, mert abban lehet sokat támadni, de védekezni is kell. Így 50-50 százalékban szeretek mindent csinálni. Zsombi már a nagyobbak között is kipróbálhatta magát. A nagyobb korosztályban más, meg itt is más, itt több a labda birtoklás, a nagyobb korosztályban meg több a 1-1, meg ilyenek. Fiatal koruk ellenére többen évek óta együtt játszanak a játékosok közül. Tisza Boris szerint jó közösséget alkotnak. Szerintem azért vagyunk jó csapat, mert összetartunk, és jó. Hát vannak jó egyéni teljesítmények is. Csatárt játszok, de valamikor támadó középpályást is, és azt szeretem a legjobban a fociban, hogy kitartásról szól. Ez a korosztály egyébként még nem egész pályán játszik, hanem a 2-16-os közötti területen 8+1 fővel. A csapat egy regionális bajnokságban szerepel 7 másik klubbal együtt. Az eredményeket jegyzi a szövetség, tabella azonban nincs, hiszen nem a verseny a fontos. Madar Csaba elégedett a gyerekekkel, de amiatt hiányérzete van, hogy nem tudnak minden hétvégén szoros meccset játszani, pedig a fiatalok fejlődését az szolgálná. Vannak olyan mérkőzések, amikor 20 gól felett rúgunk, annak sincs értelme, de annak viszont örülünk, hogy a gyerekek élvezik, látszik rajtuk, hogy ők azért vannak, hogy minél több gólt tudjanak szerezni. De igazából hosszú távon nem ez fogja őket előre vinni. Madar Csaba úgy látja, a játékosai gyorsan tanulnak, de még nem időszerű részletesen begyakoroltatni velük a taktikai elemeket. A szakember alapvető dolgokat tanít nekik, de úgy érzi, szem előtt kell tartani, hogy ők még csak ismerkednek ezzel az oldalával a játéknak. Természetesen nem akarjuk kiölni belőlük a kreativitást, rájuk van bízva egyes játékhelyzetekben a döntési megoldás. Az, hogy ők mit választanak, az már az ő feladatuk a pályán, a játék közben. Mi mankót adunk nekik ilyen formában, hogy minél jobb döntéseket tudjanak hozni. A fiatalok számára tehát egyelőre az a legfontosabb, hogy technikailag fejlődjenek. Nagypályán egyébként az U14-es korosztályban bizonyíthatnak majd először. Játékunk következik. A műsorban adásról adásra kisorsolunk egy DVSC ajándékcsomagot azok között, akik helyesen válaszolnak az általunk feltett kérdésre. Nézzük az aktuális feladványt. Játszon a Csakalokival és nyerjen! E havi kérdésünk. Melyik településről származik a DVSC 50 éves ikonja, Dombi Tibor? A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk december 18-áig. A helyes választ beküldők között egy Loki ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Honnan származik Kusnyir Erik? A helyes válasz Kárpátaljáról. Előző játékunk nyertese Linster Árpád. Ez volt a Csakaloki. Új adása a legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!